Zúzúnak, a lónak most is jutott egy kis kényeztetés. Az időszakonként itt táborozó gyerekek többek közt vele is megismerkedhetnek az Ágoston ligetben töltött idő alatt. Az ökofalú olyan értékeket őriz és képvisel, aminek fennmaradásához a fiatalabb generációk bevonása is nagyon fontos. A mi táboraink, az különleges táborok, először is azért, mert különleges helyen van, tehát Natura 2000-es területen van, Gerecse Parkban vagyunk ebben a pillanatban, és a Nemzeti Értéktárban is benne vagyunk tavaly ott. Tehát olyan tudattal, olyan ö, kis okosságokkal jönnek a gyerekek, hogy ezen a területen hogy lehet élni. Ezt ők megtapasztalják, hiszen a táboraink tevékenységközpontúak, szenzitív környezeti neveléssel zajlanak, tehát minden érzékszervünket használjuk, és az ország minden pontjáról jönnek a gyerekek hozzánk. Az augusztus első heti tábor az még azért is különleges, mert paralel egy templomépítő tábor zajlik, és a kicsi gyerekek megtapasztalhatják, hogy milyen dolog az, amikor a múltunkat emlegetve, ugye múltunk nélkül nincsen jelenünk, felépítünk a 21. században egy árpádkori körtemplom másolatot. És ebből ők részt vehetnek, vagy azért, mert oda visznek egy kis követ, vagy azért, mert megfigyelik, hogy mit csinálnak az egyetemisták, mi hogyan építkeznek, mit csinál egy köműves, milyen módszerekkel és akkor folyton erről beszélgetünk a tábor ideje alatt, hiszen középkori lepénykenyeret sütünk, elmegyünk a 15. századi fogadóba, tehát nagyon komolyan, tevékenység központúan időutazással eljutunk a 13.-16. századba, mert a történeti ökológiai programunk keretében ezt mutatjuk be. Most akár honnan jönnek a gyerekek, az majdnem mindegyik olyan, mintha városi lenne. Mert, hogy a, ugye szoktuk mondani, hogy a vidék a város paródiája, a gyerekek vevők mindenre, hiszen itt van egy teljes gazdaság, pontosan a középkori mintára, a csirkétől a lóig minden állat megtalálható benne. Ezekben szintén tevékenység központúan a gyerekekbe vannak osztva, benne etetnek, itatnak, Vizet hoznak, és mindenféle dolgot tesznek, simogatnak a programunk címe Állatok test közelbe. Tehát aki még félve jön, mert nagy a kutya, mert sok a macska, mert sok a bárány, vagy egyáltalán lovat még nem látott ilyen közelről, az a gyerek is pillanatok alatt megszokja, mert ősi módon érdeklődnek a gyerekek a természet iránt, illetve az állatok iránt. A területen szívesen látják a családokat, a természeti kincsek felfedezőit és azokat is, akik egyszerűen csak egy kis nyugalomra vágynak, az időszakos és az állandó programokról a Liget honlapján is részletesen lehet tájékozódni.